Köszöntöm a Trió televízió nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2014. augusztus 22-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából ünnepi megemlékezést tartottak Bükön és Csepregen. Felavatták a Büki Knei Parkban az organikus pontot. Norvég-magyar együttműködés a nők esélyegyenlőségének javítására. Kétnapos volt a csepregi búcsú. A búcsút zarándoklattal is összekötötték. Garázs Fuvola címmel mutatták be Bükön az opera átiratát. Kiállítást szerveztek a 90 éves csepregi sportkör történetéből. Megünnepelték Csepregen a sportköri jubileumot. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Bükön ünnepi önkormányzati ülésen emlékeztek meg az államalapításról és a kenyér ünnepéről. Az ünnepi szónok Eperjes Károly, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész volt. Augusztus 20-án Bükváros képviselőtestülete ünnepi önkormányzati ülést tartott. Németh Sándor polgármester a testületi szabályzatnak megfelelően először megállapította a határozatképességet, megválasztották a jegyzőkönyvvezetőket, majd felkérte Eperjes Károly, Kossuth és Jászai díjas művészt ünnepi beszédének megtartására. Eperjes Károly a tőle megszokott módon egy formabontó beszédet mondott, mert történelmi eseményeket világított meg újszerű formában. A Hídember című film főszereplőjeként a forgatás előtt 2 évig tanulmányozta Széchenyi életét. A közönség számára talán ezek után az a gondolatsor volt a legmeglepőbb, hogy ő nem Széchenyi István tartja a legnagyobb magyarnak, hanem az államalapító Szent István királyt. Eperjes szerint az sem igaz, hogy Széchenyi öngyilkos lett. Mint a művész elmondta, ritkán vállal ünnepi beszédeket, de augusztus 20-án két helyen is szerepel. Ünnepi gondolatait zárva Eperjes Károly elmondta legkedvesebb versét. Babics Mihály Eucharisztia. Az Úr nem ment el, itt maradt, ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Isten teszük, mint az őstörzsek borzongó lakszikon. Ették, itták királyek húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna merőbb. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleve. A gyönge bárány nem totem. A megváltó nem törzsvezi. Ereje több, ereje más. Ő óriás, hat óriás, ki két karjával átalér minden családot, s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, s úgy veszük őt magunkhoz, mint a ma vadak, a tetemet, vagy totemet. Áradj belénk hátul örök igazság és szent szeretet. Oldozd meg a bilincseket, melyekkel törzs és vér leköt, hogy szellem, és ne hús tegyen magyarra, s nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Köszönöm a türelmüket. Ifjabb Baranyai Lajos hegedűművész immár sokat gyára varázsolt el a büki közönséget játékával. A város legkiemelkedőbb kitüntetése, megbecsülése a díszpolgári cím. Az idei évben egy posztumusz díjat adtak át. És a harmadik napirendi pontra térve szeretnénk átadni az önkormányzat által alapított díjak közül azt, amely az idei évben a képviselőtestület által meghatározott. Egyetlen egy díjat adunk át az idei évben.
ezt Budvároson nemzetiségi önkormányzat, illetve Németh Tiborné javaslatára, illetve a korábbi fürdődolgozók javaslatára került először a Kulturális Oktatási Sportbizottság, meg pedig a városképviselő testület elé, ahol döntés született arról, hogy vízpolgári oklevelet, Bükváros önkormányzat képviselő testülete a 175/2014-es szám határozatában Bükváros posztumusz vízpolgára címet adományoz Néhai Szanyi Józsefné, magyar állampolgár, vagy Szanyi Erzsébe, bocsánat, magyar állampolgár, volt büki lakos részére, aki a Büki Gyógyfürdő ZRT jogelődjének alkalmazásában áll, és a gyógyfürdő létrehozásában és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végzett. Ő 2014. augusztus 20. Jelen vannak a család képviseletében többen is. Kérem Szanyi Gyát, hogy vegye át a kitüntetést. Simon Réka evangélikus lelkész és Ber Ferenc esperes áldotta meg és szentelte meg az új kenyeret, melyből a résztvevők is kaptak egy kis kóstolót. Németh Sándor polgármester úr meghívta az ünnepség közönségét a Kneipp Parkba, ahol Nagy Csaba Munkácsi díjas büki művész köztéri alkotását avatták fel. A testületi ülésről készített teljes felvételünket megtekinthetik a közéleti magazinunkat követően. A Büki Kneipp Park egy új művészeti alkotással gyarapodott. A Nagy Csaba Munkácsi díjas művész által tervezett organikus pont került felállításra. A művet augusztus 20-án avatták. Az ünnepi önkormányzati ülést követően Németh Sándor polgármester hívta meg az ünnepség résztvevőit a Kneipp Parkba, ahol Nagy Csaba Munkácsi díjas büki művész köztéri alkotását avatták fel. Bár Nagy Csaba nem tudott részt venni az avatón, a művész egyik barátja olvasta fel üzenetét. Organikus pont. Élő, organizmus, funkció, korszerűség, hagyomány, műtárgy, szakralitás, befogadás, elengedés és még néhány hasonló fogalom, melyekhez Sartre lételmélettel foglalkozó fejtegetései vezettek, amikor a térplasztika koncepcióját alakítottam. Azonban az idea csak idea marad, ezért kell még egy olyan közeg is, amely ezt befogadja. Köszönettel tartozom Bükváros önkormányzatának, a képviselőtestület nyitottsága, korszerű szemlélete mellett, hogy ez a koncepció megvalósulhasson. Következetes hozzáállásuk, amelyel vállalták a plusz anyagi terheket, az NKA elnyert támogatásából hiányzó összeggel segítve egy közös vállalkozás sikerét. Köszönöm bizalmukat! Ezután Németh Sándor polgármester mondta el avató beszédét. Azt gondolom, hogy ha valaki körbenéz, akkor láthatja, hogy elhibázott lépés volt ide cipőbe bejönni. Tehát itt van ez a taposó pálya, illetve egy Kneipp Park alakult ki, a pihenés felüldülés helye van, illetve ez a különleges műalkotás, ami azt gondolom, hogy egyedivé teszi. Nem tűnik első látásra szembetűnőnek, nem hivalkodó, hanem a tájba belesimul, de mégis egyedi. A Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtott be a Csaba egy pályázatot, amelyen sikerrel szerepelt, és emellé, ezt fel is van tüntetve természetesen, és emellé az önkormányzat biztosított forrást, hogy ez az organikus pont elkészüljön. Hosszú ideig készült, és nem a helyszín összeszerelés igényelt sok munkát, hanem a rengeteg hegesztés, ami elsősorban műhelyben történt, tudomásom szerint Balogunyomban, és hát rettentő nehéz illesztések, megoldások vannak benne, így első látásra egyszerűnek tűnik, de amúgy rendkívül bonyolult. Ugye aszimmetrikus az egész forma, tehát így félgömb tulajdonképpen, de ha fölülről megnézi valaki, úgyis aszimmetrikus formát hordoz, és azért ha belegondol az ember, hogy ebben a helyzetben négy ülőgumok, azok nem egyforma terhelést kapnak, akkor is meg kell, hogy álljon ez az alkotás így, ahogy van. Tehát így már azért van benne elég finesz, hogy ezt műalkotásnak tekintsük. Aztán
ez folyamatos kérdés lesz, és azért jó az ünnepségnek, hogy itt legalább ennyi embernek ezt el lehet mondani, hogy ez már nem fog megosdásodni, mert ez ilyen. Tehát ez direkt ilyen anyagból készült, úgyhogy ha kérik, hogy miért nem volt két doboz festék arra, hogy lekenjük, akkor ez az a válasza, hogy szükségtelen. Porten acélból készült, és ez ilyen formán tűnik, és így szerves egység, így természetes forma. Természetesen az ülőgumoknál alkalmazni kellett azt, hogy azért emberek fognak benne ülni, és nyilvánvalóan a ruhájukat nem kenje, ne piszkítsa össze, ezért ott a rozsdamentes megoldást választotta, de hozzá egy fa ülő alkalmatosságot, és így áll össze ez a koncepció, ami azt gondolom, hogy elég kedvelt és elég üdes színfoltja ennek a parknak, így azért gondoltuk, hogy itt legalább az ünnep alkalmával ezről a részről is megemlékezünk erről a műalkotásra, és köszönöm még egyszer a családjának is, Csabának is, tehát nyilván ők képviselik, hogy ebben belevágott, és ezt az alkotást közösen, illetve az ő munkája nyomán a város közösen meg tudta valósítani. A Kertik Együttes műsora után a nemzeti színű szalagot Németh Sándor polgármester és Baranyai Róbert alpolgármester vágta át. Az ünnepségeket követően többen is kipróbálták az organikus pontban elhelyezett gömb alakú ülőkéket. Az előző napok tapasztalata alapján a Kney Parkban nagyon népszerű lesz ez a köztéri alkotás. Augusztus 20-a az egész országban ünnep. Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Csepregen kenyérszenteléssel, kitüntetések átadásával és sok színes programmal ünnepelték. Délután 4 órától indultak az ünnepi műsorok. A zenekar és a mazsorett csoportok meneteltek végig a Nádasdi utcán egészen a színpadig. A közönséget először a kis mazsorettek, majd a nagyok köszöntötték egy-egy tánccal. Ziembicki Erzsébet röviden bemutatta a Répce Citera barátok körét, majd vidám dalokat hallhatott a közönség a csoporttól. Király Árpád Csepregváros polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben megemlékezett Szent Istvánról és beszélt az új kenyérről. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, a biztos otthon jelentette. Ha nemzeti színű szalaggal átkötve ünnepeljük, már pedig a miénk is ilyen, az egyben kifejezi a haza és az élet összekapcsolódását. Meggyőződésem, hogy az itt látható kenyérben valamennyiünk munkája benne van, hiszen ezért is dolgozunk, hogy megélhetésünk biztosított legyen. Az ünnepi beszéd után Finta József plébános megáldotta a kenyeret. Az Úr legyen veletek, könyörögjön. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere, kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogy a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottan, add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle, általad, aki élsz és uralkodol mindörökkönre fél. Megáldott kenyeret Király Árpád adta át Ravadics Zsoltnak, a Csepregi Sport Egyesület frissen megválasztott elnökének, ajánlva a labdarúgó csapatnak az idei szép sikereikért. Ezután a díjátadások következtek. Csepreg város közbiztonságáért díjat az életmentő Lujf Ákos kapta, aki élete kockáztatásával kimentett egy hölgyet az égő házból. Csepreg város sportjáért díjat Sas Dezső, a labdarúgó csapat edzője vehette át. Csepreg város ifjúságáért díjat Ravadics Zsolt, a Csepregi Sport Egyesület elnöke vehette át. Ezt követően Király Árpád megajándékozta Finta József plébánost Csepreg város borával.
Dobány Lajos, az MLS Vas megyei területi igazgatója nem lehetett jelen az ünnepélyen, így a nevében Lasics Krisztián adta át a kupát a sportegyesület elnökének, azon alkalomból, hogy a legsportszerűbb csapatnak választották a Csepregi Sasokat a 2013-14-es szezonban. A hivatalos rész zárásaként Lasics Krisztián köszöntötte Dravarics Istvánnét, Etanénit, Sokakofó néniét, aki nem sokára ünnepli 60 éves gyémánt diplomáját. Ezután a könnyedebb műfajok következtek. Játszott Csepregváros fúvószenekara és bemutatkoztak a mazsorett csoportok is. Ezt követően a Bogja együttes húzta a talpolávalót az Ungareszka néptánc együttesnek. 7 órától utcabál kezdődött, ahol Bakos Roland zenélt. Közben a Luna Hastánc trió és a Mosoly Táncklub táncosai repítették egy rövid időre a közönséget a kelet világába. Hajnalig tartott az utcabál. A gyermekszülés utáni munkába visszatérést, a nők közéleti szerepvállalását szeretnék segíteni egy norvég alap által támogatott projekttel. A norvég-magyar együttműködés egyik főszervezője, Németh Violetta, a Büki önkormányzat képviselője. A Büki önkormányzat lesz a gazdája annak a rendezvénynek, amely a nők munkavállalását, esélyegyenlőségét hivatott segíteni. Németh Violetta képviselőasszony is tagja a projekt megvalósítóinak. Ő már korábban a Büki iskola norvég pályázatát is segítette. Ebben a projektben kifejezetten a települési önkormányzatok országos szövetségének tagjai vehettek részt, hiszen ennek Büki is tagja, és január végén pályázat formájában lehetett benyújtani azon településeknek a részvételi szándékát, akiknek a képviselőtestületben van olyan női tagja, aki szívesen részt venne a nők és férfiak esélyegyenlőségi munkacsomagban. Itt feltétel volt az angol nyelvtudás, az én esetemben ezt norvégul tettük meg, és ennek kifejezetten örültek. Úgy tudom, hogy már volt egy fordulója ennek a projektnek, hisz Violetta kint volt Norvégiában. Igen, ennek a projektnek a kezdete az április végén volt, ahol Budapesten egy workshop keretén belül a kiválasztott 5 magyar női képviselő és a kiválasztott 5 norvég képviselő asszonyok találkoztak, megismerkedhettek egymással, és ezt követte egy júniusban egy kétnapos tanulmányút, ahova mi Magyarországról mentünk el a norvég partnerunkhoz. A projekt folytatásaként augusztusban Bükön folytatódik a rendezvénysorozat. Ennek a projektnek az a célja, hogy beszéljünk nyíltan a nők munkaerő piaci helyzetéről, a nők munkában és magánéletben betöltött szerepéről és ennek az egyensúlyáról. Ehhez néhány jó norvég tapasztalatot, gyakorlatot ismerhettünk meg, és a projekt lezárásaként a feladat, hogy workshopot, konferenciát, illetve nyomtatott kiadványt szerkesszenek a projekt magyar résztvevő asszonyai, hölgyei, és ennek a keretében idén, augusztus 27-én 15 órakor itt a Bükön, a Városházának a tárgyalójába hívom nagyon sok szeretettel mindazon kismamákat, gyesen, gyeden, gyeten lévő anyukákat, akik tulajdonképpen ezen a nők esélyegyenlőségének a problémáiról, munkaerő piaci helyzetének problémáiról együtt tudnánk beszélgetni. Ezzel együtt atipikus foglalkoztatási formákról is szó lesz. Előadók tulajdonképpen a dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára jön el, aki ismertetné ennek a projektnek a feladatát, célját, hogyan jött létre,
valamint jó magam is előadó lennék, hiszen 2013. júniusában Bükön is a képviselőtestület elfogadta a helyi esélyegyenlőségi programját, amelyben problémaként merült fel a nők munkaerő piaci nehézsége és a kisgyermekes anyáknak a munkába való visszatérésének problémái, amelyre ezen projekt keretében is próbálnánk megoldást találni, és egy kommunikációt a munkaadók és a munkavállalók között létrehozni. Illetőleg nem utolsó sorban szakmai előadónk, a Vas megyei munkaügyi központ szakmai igazgató helyettese harangozóné Víg Ilona lenne, aki megosztaná tapasztalatait és a kicsit a munkajogban is segítséget nyújtana az édesanyáknak. A projekt folytatásaként szeptemberben Bükön folytatódik a rendezvénysorozat. Kétnapos rendezvénysorozat színesítette a csepregi búcsút a hétvégén. Augusztus 16-án szombaton retrodiszkóval kezdődött, vasárnap délelőtt misével folytatódott a rendezvény. Délután kulturális programok, kirakodóvásár, labdarúgó mérkőzések, koncertek voltak, majd hajnalig tartó bulizárta a Mária búcsút. Az elmúlt időszakban sajnos egy kicsit a rendezvényre nem kapott kellő, a rendezvény nem kapott kellő figyelmet, illetve támogatást, és ezt szerettük volna így a jubileumok alkalmával feleleveníteni. A horvát kisebbségi önkormányzat által életre hívott Jankovics kórus ugye 10 éves jubileumát ünnepelte a mai napon, illetve a Csepregi Sportegyesület 90. évi jubileumát, és úgy gondolta a két szervező egyesület, a Szebb Holnapért Egyesület, illetve a Csepregi Sportegyesület, hogy közös összefogással, a Művelődési Házzal egyetemben egy olyan programot hozunk létre, amellyel méltó módon tudjuk a Mária ünnepi hagyományokat, illetve a csepregi búcsút újra feleleveníteni, és bízunk benne, hogy lesz a mai hétvégének, vagy a mostani hétvégének folytatása is. Úgy emlékszem gyerekkoromból is, hogy rengeteg kirakodó volt. Nyilvánvaló, hogy a programokkal megpróbáltuk ezeket a kirakodó vásárosokat újra visszacsábítani Csepregre. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. El kell érnünk ugyanazt, hogy egyre többen jöjjenek, egyre többen gondolják azt, hogy Csepregre érdemes jönni. Csepregre érdemes kirakodni, hisz az emberek keresik a portékát, illetve jó program van, ami által nagyon sokan eljönnek más városokból is, más településekről is. Nyilvánvaló, hogy itt még nem tartunk. Ezt a hagyományt kell újraépítenünk közös erővel, de ha visszaemlékezünk a régi időkre, akkor valóban nagy bucsuk voltak. A programok a Tarisznyás Együttes gyermekműsorával kezdődtek, majd a horvát énekkar és mazsolett csoportok következtek. Az Ataru Tajko felgeteges fellépésére megtelt a rendezvénycsátor. Ezt követően a Mosó és a Veszály csapat táncműsorát láthatta a közönség. Az est fénypontja a sztár fellépő Vastag Csaba volt. Nagyon sokan szeretik Csabát, és úgy gondoltuk, hogy minden korosztály számára megpróbálunk. Vastag Csaba csak átutazóban járt Csepregen. Örült, hogy az itteni közönségnek is bemutathatja új lemezét, a Connectót. De honnan ez a névválasztás? Tulajdonképpen azért, ami utána történt, és ezt nagyon szépen köszönöm is mindenkinek. Ez a lemez már azóta platinalemez státuszba ért, ami tényleg egy hihetetlen nagy eredmény, és a Connecto miatt lett egyébként platinalemez, hiszen a Connecto összeérkezés, összetalálkozást, összekapcsolódást jelent. Ez így történt most meg, és nagyon-nagyon hiszek abban, hogy tovább tudunk még együtt működni. A
mai internetes világban nem minden előadó büszkélkedhet platina lemezzel. Csaba új albuma már az előrendelésekkor aranylemez lett. Ez pont emiatt nagy dolog egyébként a mai világban, mert mindenki igazából letölt, ami csúnya dolog, de hát nagyon sokan letöltenek, az igazság, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy ezzel esetleg mit tesznek, ugye annyira kézenfekvő az interneten, ott van minden, csak meg kell nyomni a gombot és készen van. Ezért nagy dolog ez, hogy nagyon sokan vették a fáradtságot, az energiát elsétáltak, megvették, és a lemezt igyekeztek a mi általunk megálmodott valójában meghallgatni és megnézni, mert ugye meghallgatni az interneten is meg lehet, itt a kézzel foghatóság a lényeg, az, hogy egy olyan kiadványt dolgoztunk mi is ki, egy olyan látványt adunk még a zeneanyag mellé, ami ugyancsak az üzenet fontos része. Csaba a színház világában is otthonosan mozog. Jelenleg a Casanova című előadásban láthatja a közönség, ő azonban nem érzi Casanovának magát a lányok között. Ugye a szó, mint Casanova, egy kicsit talán az elmúlt időszakban, az elmúlt évek folyamán egy kicsit talán hordoz magában valami kis előítéletet. Ettől függetlenül ez nem csak erről szól, tehát a fiatalember nem csak hölgyekkel találkozik, hanem közben fejlődik is, és közben megy előre, és felnőtté válik, és egy csomó minden törésponton megy keresztül, mire egy viszonylag komolyabb ember válik belőle. A csepregi búcsú előestéjén, augusztus 16-án a szokásokhoz híven szentmisét tartottak a Nagy Boldogasszony kápolnánál. Az idei misére azonban nem csak a helyieket várták, mivel Csepreg egy országokon átívelő zarándoklatba kapcsolódott be. Sokan vállalták ennek az útnak az áldozatos részét. A Mária út több, mint turistaút, több, mint zarándokút, több, mint értékes program. A Mária út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok és turistaút hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazell-től az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 kilométeres távon. Ezt az utat gyalogosan 60 nap alatt lehet bejárni. A Mária út egyesületnek a szervezésében volt a zarándoklat. A zarándoklatnak a neve Egyúton. Ez egy kicsit jelképes, mert tulajdonképpen mindazok az emberek, akik itt ezen a planétán élnek, azok egy úton vannak, egyik fele hisz, másik fele még nem. Mi abban a reményben tettük, hogy mind többen lesznek, akik csatlakoznak. A csepregiek számára nem biztos, hogy mindenkinek közismert, hogy a Mária út a településünkön is áthalad, és minket is felkértek a zarándokoknak a fogadására. Két irányból érkeztek, az egyik irány Kőszeg irányuk, Kőszeg volt az indulási hely, és a Peruska Márián keresztül jöttek Csepregre gyalogosan. A másik irány az meg Csínye irányából indult, de a környező településeinek a lakosai is köztük voltak. Tehát ilyen nevekkel találkoztunk, hogy Perenye, hogy Lukácsháza, hogy Peresznye, Horvácsi Dány, ugye ez a kőszegi gondolattal. A csínyei vonulattal a teljeségi igénye nélkül Szeleste, aztán Gór, Bő, ők még korábban indultak, mint a Váti csomópontnál találkoztak volna. Úgy tudom, hogy volt, aki reggel 4-7-kor elindult, és 30 kilométernél is többet gyalogoltak, hogy ideérjenek. A kezdeményező egyesületek és alapítványok célja az, hogy megismertessék Közép-Európa vallási és kulturális értékeit, a zarándoklatra vállalkozók számára pedig biztonságos zarándokhálózatot építsenek ki. A Mária út a modern valláshoz szemléletnek megfelelően ökumenikus. Ha valaki már nem tudja végigjárni, akkor legalább a szomszédokkal próbáljon kapcsolatot teremteni, hiszen itt vannak olyan helyek, hogy a Vas megyében Celdömölk az a búcsújáróhely, amelyik központi helyen van valahol, úgy is hívják, hogy kis cell, hát ugye a Mária cell alapján, a Mária celli kegyszobornak a mása találhatót, és hát ez egy csepregi búcsújáróhely is elég ismert, mert a környékből mindig jönnek búcsújárásra, így a kápolnának a búcsújakor. A helyi szervezést Horváth Lászlóné Zsuzsa vállalta magára,
Ő koordinálta a szép számú segítőket. Nagyon sokat dolgozott a Zsuzsa azért, hogy ez létrejön. Nekünk inkább az útvonallal voltak gondjaink, mert nem mindenhol egyformán jól járható. És hát mindenkit megmozgattak, hogy jól sikerüljön, és a cél az, hogy minél több embert bevonni, hogy az arándoklat az ne csak egy ilyen üres fogalom legyen, hanem részesei lehessenek. Mert más dolog beszélni róla, meg más megtenni az utat. Augusztus 16-án a Mária út minden szakaszán, Máriaceltől Csíksomlyóig egy közös célért, ebben az évben a családokért volt az egynapos zarándoklat. Csepreg Elsvízben kapcsolódott a rendezvénybe. Hát mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni belőle. Még akkor is, hogy országosan nem szervezik, a szomszédjainkkal jó kapcsolataink épültek az elmúlt időszakban, és már a zarándoklás előtt megkerestek bennünket Szelestéről Szele Lajos és egy szombathelyi szervező Csire Imre. Úgyhogy mi jól körüljártuk azokat a problémákat, amivel ez a nap jár, de az, ami történt, az minket igazol. Aki zarándokol, nem rohan. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki zarándokol, nem menekül. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki zarándokol, nem menetel. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki zarándokol, nem túrázik. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki zarándokol, nem kirándul. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki zarándokol, nem sétál. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befele figyel. Aki zarándokol, nem bóklászik. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Bodrogi Éva Mozart Varázsfóla című daljátékát álmodta újra, és öltöztette fiatalos, modern és humoros köntösbe. Ezt az előadást láthatta a büki közönség augusztus 16-án a sportcsarnokban. Eredics Béla, hagyományt teremtve, már 6. alkalommal hozott zenei érdekességet a büki közönség számára. Idei évben is Bodrogi Éva volt a rendező. Mozart Varázsfúvola című operáját dolgozták át Garázsfúvola címen. Most az országban több helyen is játsszák ezt a művet, különböző címeken és különböző verziókban. Nyilván mindenki számára érdekes és nagy kérdés, hogy miért Garázsfúvola címen rendeztük meg ezt a művet. Ennek több oka van. Mindenki alapján a garázsvásárokról, mostanában nagy divat, legalábbis Budapesten, de szerintem itt erre felétek is, önök felé is, hogy a levedlet régi holmikat, pici kis pici csecsebecséket garázsban kiállítva, meg lehet tekinteni, sőt meg is lehet vásárolni. Tehát a mi operánk is egy picit egy ilyen összefűzött egyveleg, sok pici apró poénból, viccből, kedvességből, szeretetből tevődik össze, innen az egyik fele. A másik pedig, amikor egy például egy heavy metal banda, vagy kezdőzenekarok garázsban próbálnak, az elég gyakori dolog, tehát ezzel is utalván arra, hogy ez egy sok szempontból egy kezdetleges állapotban lévő, nem minőségében kezdetleges állapotban, de szerkesztettségében kezdetleges állapotban lévő induló és fejlődő dolog. Ez a társulatunkra is abszolút jellemző. Tavaly a Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékot adtuk elő, annak elég nagy sikere volt. Hosszú ideje operettekkel, sanzon részletekkel, illetve sanzonokkal és operett részletekkel lépünk fel. Ezért azt gondoltuk, hogy a második előadás mintájára, ami ugye szintén Mozart volt, a Figaro házassága, most egy kicsit újra komolyabb műfajt fogunk elővenni, és ezt dolgoztuk fel. A szereplők válogatása már januárban megtörtént, majd februárban megkezdődött a felkészülés Budapesten Hegedűs Gönczi Katalin stúdiójában.
Az aktív színpadi próbák Bükön kezdődtek az előadás előtt egy héttel. Az eredeti operát azért alakították és dolgozták át, hogy azok is eljöjjenek, akik érdeklődési körétől messze áll az opera világa. Ez a mai, ez a holnapi, holnap utáni műsorunk is egy olyan átdolgozás, ami az eredeti történetet tartja meg, viszont a párbeszédek azok nem a régi veretes magyar nyelven lesznek most bemutatva, hanem egy picit átírva, vidámabb, frissebb lendülettel. Nagyon sok viccet tettünk bele, tehát azt gondolom, hogy sokkal jobban fogyasztható egy, akár egy kisgyerek számára is, hiszen a varázsfúvala egy mese tulajdonképpen, felnőtteknek is való mese, és sok olyan zenei poént tettünk bele, sok olyan képi látványt, ami Béla fantáziájának köszönhető, amitől az egész sokkal egyszerűbben befogadható, és azt reméljük ettől, hogy így a komoly zene maga valójában közelebb tud kerülni a nem komoly zenét szeretőkhöz is. Ezek a büki előadások nagyban segítenek a frissen végzett énekesek tapasztalatszerzésében. Kipróbálhatják magukat szólistaként. Ahogy tavaly is, idén is színesítette az előadást a Csepregi Vegyeskar. Az énekesek jelenléte mellett még szükség van anyagi támogatókra is, hogy egy ekkora volumenű produkció létrejöhessen. Fantasztikus az, hogy a város így áll hozzá. Tehát nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozunk polgármester úrnak, Németh Sándor polgármester úrnak, és nagyon nagy köszönettel tartozunk Bükkváros önkormányzatának, hogy ez megvalósulhat. Mert bár ez az előadás nem tehát alapvetően nem anyagi alapokon nyugszik, tehát hogy senki sem a pénzért jön ide, az, hogy vidéken egy opera előadás megszülethet, az hát az majdnem, hogy csodaszámba megy. Akármilyen produkcióról van szó. Tehát ezt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy ez létrejöhet, és ezért köszönettel tartozunk. Még a szervezők sem tudják, mit hoznak jövőre, de rajtuk nem fog múlni, hogy 2015 nyarán is legyen Bükön egy egész estés zenés énekes színdarab. Régi, megsárgult képek, mezek, kupák. 90 éves a Csepregi Sport Egyesület. Ez alkalommal kiállítás nyílt Csepregen a művelődési házban, és ezeket az erekjéket ott lehet látni. 1924-ben alakult a Csepregi Sport Egyesület elsősorban labdarúgást kedvelő és a sportolni vágyó helyiek kezdeményezésére. E hosszú idő relikviáinak összegyűjtésére pályázati támogatással nyílt lehetőség, diákmunka keretében kapott segítséget a művelődési ház. Szeretnénk a 100 éves évfordulóra egy olyan kiadványt összeállítani, amelyben talán teljesebb képet mutathatunk az eltelt időszakról. Ezt a következő pár évet szeretnénk úgy felhasználni, hogy a még élő emlékezetből összegyűjtjük azokat az információkat, amelyekkel pontosabbak lehetünk. Tehát például a súlyemelés történetét korrektebben, szakmailag teljesebben szeretnénk megírni, természetesen Antalovics Ferenc segítségével, természetesen a Gruber-féle hagyatékot felhasználva, mert olyan csodák jöttek elő az almáriumból, a Jóska bácsi fiókjaiból például, amelyekre szeretném fölhívni az érdeklődők figyelmét. Sok-sok név megjelenik itt azokon az edzés terveken, amiket Jóska bácsi özvegye, Irénke néni és a kedves lánya rendelkezésünkre bocsájtott. A kiállítás szeptember 15-éig tekinthető meg. A teremben látható tárgyak egy villanásnyi betekintést engednek a múltba. Az elmúlt 90 évben milyen sportágakat űztek a csepregiek, és milyen sikereket értek el. A szervezők szeretnék tovább bővíteni az erekjék számát. Ő volt az a több évtizedet meghatározó személyiség, aki a csepregi futball életet az 50-es évektől fölfejlesztette, a MEDOSZ keretében szakmailag gondozta, inspirálta a fiatalokat, illetve egy olyan hagyatékot hagyott hátra, ami szerintem ma is példaértékű.
edzéstervek, aztán leírások arról, hogy a különböző meccsekre milyen várakozással mentek a csapattagok. Aztán értékelte is a meccseket, hozták ki a formájukat, vagy alul maradt a csapat, vagy a kudarc minek köszönhető az ő véleménye szerint. Sok-sok ilyen füzetet kaptunk Gabitól, leányától, és hát szerencsére például az Ernő bácsi sípját is megörökölheti az intézmény. Én abba bízom, hogy majdan egy múzeumi keretet is tudunk adni ezeknek a relikviáknak. Most még természetesen az Egyesület kezébe visszakerülnek ezek a kupák. Az írásos anyagokat, fényképeket a Művelődési Ház digitalizálja, felhasználja majd a 10 év múlva tervezett könyv kiadásához. Annyi biztos, hogy Keller Ernő hagyatéka az intézmény tulajdonában marad. Még teljesen nem alakult ki, hogy marad-e valami relikvia a kiállítás anyagából a közösben, és ha igen, hol lesz a helyük. A diákmunka keretében jelentkeztem ide a Művelődési Házba, és azt a feladatot kaptam, hogy ezt a kiállítást próbáljam meg összehozni, a tárgyakat összegyűjteni, és a formáját megadni ennek az egész kiállításnak. Ennek úgy indult neki, hogy összegyűjtöttük azokat a személyeket, akik a csepregi sportéletben valamilyen módon részt vettek, vagy sportolóként, vagy akár az egyesület vezetőjeként, és ezekhez az emberekhez én személyesen ellátogattam, és tőlük gyűjtöttem be lényegében ezeket a tárgyakat, relikviákat, fényképeket. És hogy álltak az egészhez? Mit szóltak hozzá? Mindenki szívesen fogadta ezt az ötletet, és támogatta ezt az ötletet, és rengeteg helyről érkeztek fényképek, készítettünk egy felhívást is, és ezáltal is többen küldtek be például a fényképeket, amiket itt kiállítottunk. Sok régi kép látható a kiállításon, de a legtöbb fotón nem sikerült azonosítani a résztvevőket. A szervezők örömmel veszik, ha bárki tud segíteni, akár az azonosításban, vagy abban, hogy tovább bővítsék a kiállítás tárgyainak számát. Ha van valakinek otthon fényképe, írásos dokumentuma, meze, kupája, érme, vagy esetleg története a múltból, és szívesen beadná közösbe, hogy a jövő számára is megmutatható legyen, keresse fel Ziembicki Erzsébetet a Csepregi Művelődési Házban. Ünnepel a Csepregi Sport Egyesület. Betöltötte a 90. évét. Ez alkalommal búcsúi igazságokkal egybekötött programsorozattal emlékeztek meg erről az eseményről. A Csepregi Sport Egyesület, a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és az önkormányzat összefogásával jöhetett létre ez az ünnep. Mindenhez a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapból nyertek támogatást. A jubileumra várták korábbi szakosztályok sportolóit is, a focistákat, a kézilabdásokat és a súlyemelőket is. Jelenleg a Csepregi Sport Egyesület megegyezik a labdarúgó csapattal. Sajnos igen, azt kell mondani, hogy Sport Egyesület révén több szakosztály kellene, jelen pillanatban csak labdarúgó szakosztályunk van, de a labdarúgó szakosztályunk talán még soha nem szerepelt ennyi fővel, mint az idei szezonban. 96 igazolt játékosunk van jelen pillanatban. És vajon mi lehet az oka, hogy nincs több szakosztály? Hát ez egy jó kérdés, talán a helyi adottságok is közre játszanak ebben. A bükiekhez tudnám hasonlítani a helyzetet, akkor nincsen sportcsarnokunk, ahol akár egy kézilabda csapatot, akár egy pingpong, vagy asztali tenisz bajnokságot meg lehessen rendezni. Nehéz kérdés, nem tudom. Én azon leszek mindenféleképpen, hogy bárki olyan, aki sportolni vágyik, bármilyen szakosztállyal, akár a sakkozókat, ha újra lehet indítani, jöjjenek, jelentkezzenek, és biztos, hogy támogatni fogunk mindenkit. Sajnos kevesen vagyunk, akik a közér, a sportegyesületért is dolgozunk, 2-3-4 fővel működik az egyesület vezetősége is, és rengeteg elintézni való van a játékosok játékengedélyével, sportorvossal, egyéb más dolgainkkal. Folyamatban vannak fejlesztéseink, a labdarúgó pályánkat fejlesztjük, a társasági adó adta lehetőségeket kihasználva pályáztunk, a kispadunk már elkészült, a következő hónapban a korlátrendszer kerül megújításra, az első 7 bajnoki forduló után pedig
a pályának a talaja, illetve egy öntöző rendszer kerül beépítésre a pályánkba. Lasics Krisztián a Városfejlesztési Bizottság elnökeként próbálja segíteni a sportegyesület tevékenységét. Több tervük is van, amit pályázatok segítségével tudnak megvalósítani. Jelen pillanatban a MLS támogatásával, a magyar kormány, illetve az MLS támogatásával zajlik egy beruházás, amely nemrég kezdődött, ami azt jelenti, hogy a előírt biztonsági előírásoknak megfelelő kispadok, illetve korlátrendszer kerül kiépítésre még itt augusztus, illetve szeptember első felében, illetve ezt követi majd 7 mérkőzést elteltével a pályának a teljes rekonstrukciója, és egy 24 fejes automata öntözőrendszer telepítésére is erre kapott a korábban 2011-ben összeállított sportfejlesztési programjára, amelyet elkészítettünk közösen, kapott támogatást a Csepregi Sportegyesület. Ez a két ütem, a két első fázis, a második két fázis pedig a tervekben úgy szerepel, hogy a világítás korszerűsítése történik meg, illetve az épület teljes rekonstrukciója, amelynek a készengedélyes tervei megvannak, és szeretnénk, hogyha 2016-ban ez a építkezés megindulna, és nem csak a labdarúgás szerelmesei, hanem olyan sporták szerelmesei is, akik mondjuk éppen a test karbantartására, edzettségére szeretnének törekvéseket tenni, akkor itt egy konditerem, egy közösségi tér jönne létre az alsó szinten, a felső szinten pedig létrejönnének maguk az öltözők. A búcsúi forgatagban találkoztunk Singer Dömötörrel, aki már régóta tagja az egyesületnek. Még most is aktívan kiveszi a részét a munkából. 67 óta csinálom ezt. 67 óta játszottam szombaton a Szaváriánál, ott fociztam, utána elmentem játékvezetőnek, játékvezető után meg lettem, hát itt a vezetőségben, benn, Csepregen, 81 óta. Ebbe úgy kerültem ide, hogy akkor a kézilabda női csapat volt, férfi csapat volt, aztán úgy kerültem ide, hogy megkért az akkori, hát Isten nyugasztalja, már meghalt, az akkori kézilabda vezetője, hogy nem jönnék Csepregbe. Hát aztán eljöttem. Hát így kerültem ide, utána ugye megnősültem, se a feleségem, se én nem vagyunk csepregiek, de jó helyre jöttem. Én úgy tudom, és a sportot nagyon szeretem, és ebbe támogatom az egész csepregizét. A 90 éves Csepregi Sportegyesület történetéről nyílt kiállítás. Ha valaki kíváncsi régi képekre, írásokra, kupákra, a Sportegyesület történetére, látogasson el a Csepregi Művelődési Házba. Kedves nézőink! Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Műsorunkat megnézhetik az interneten is, a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket a Facebookon is. Munkahelyváltozás miatt elköltözöm, így megköszönöm 5 éves megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!